A kelet birodalom már hosszú évszázadok óta harcolt az új perzsa birodalommal. Az arab a nomád állattartó törzsek viszont nem hoztak létre egységes államot az ókorban, a kereskedelmi utak miatt sokszor pedig háborúztak is egymással. A sok istenhit jellemezte őket, miközben a Mekka városában őrzött meteoritkő vallási központ lett. Ezt a követ Makkába kőnek nevezik. Az araptörzsek törzsek széttagoltságát Mohamed szüntette meg. Az iszlám hit szerint a mekkai kereskedő Mohamed látomásait Isten sugallta, akit Allahnak nevezett. Mohamed Allah igazságait és utasításait közvetítette utolsó profitaként az emberiség felé, ezt nevezik kinyilatkoztatásnak. Mohamed egyenesen támadta szavaival a kabzsi kereskedőket, támadta az uzsorát, és isteni parancsként hirdette az elesettek gyámolítását. 622-ben Mekka polgárait próbálta megteríteni tanításaival első alkalommal, azonban a vagyonosabbak inkább elűzték őt. Ez az esemény a hijra, a kivonulás, ami az iszlám időszámítás kezdete lett. Ekkor ugyanis a próféta, Mekkából Medinába költözött át. Az ottani törzseket maga mellé állította, és fegyveres erővel tért vissza Mekkába, megegyezett a vagyonosokkal és a vallási előírását tette a kába tiszteletét és a mekkai zarándoklatot. Mohamed tanításait, utasításait, szavait már életében lejegyezték, és halála utáni években fejezték be annak összegyűjtését, ezt nevezzük Koránnak. Ez az iszlám szent könyve. Az iszlám hit úgy is értelmezhető, mint teljes meghódolás, engedelmesség Istennek. Vagyis maga az iszlám hit belenyugvás Allah akaratába. Rengeteg gondolatot átvette a zsidó, illetve a keresztény vallásból. Megfogalmazza az egység gondolatát. Az egyistenben való hit közössége sokkal fontosabb a vérségi kötelékeknél, ezért meg kell szüntetni a törzsi ellentéteket. Monoteizmust hirdet, vagyis elveti a pogány báványi csak egyetlen Istent lehet tisztelni, Allakot. Mohamed viszont nem ismerte Jézus Krisztus isteni személyiségét, így a Krisztusi megváltás sem, viszont Jézus Allah egyik profétájának tartotta. Ami külön érdekes, hogy Ábrahámtól kezdve valamennyi profétát elismerte, mint létező személyt és mint profétát, ugyanakkor az iszlám vallás szerint Mohamed az utolsó proféta. Az ő tanítása az igaz tanítás. Mohamed szerint az isteni kinyilatkoztatás igazából meg lett másítva, eltorzult a zsidók és a keresztények értelmezésében, csak az iszlám hitben lehet igazán megismerni ezt a fajta kinyilatkoztatást. Ha valaki Mohamed tanait hajlandó követni, akkor eljuthat a paradicsomba, mivel Allah az idők végezetén ítéletet tart jutalmaz és büntet. Az iszlám vallásnak öt fontos alappillére van. Az első a hitvallás. Egy az Isten, Allah és Mohamed az ő profétája. A második napi ötszöri ima Mekka irányába fordulva, a harmadik böjtölés Ramadán hónapjában napkeltétől napnyugtáig, a negyedik az adás a szegényeknek a feleslegből, és az ötödik a hívő életében egyszeri zarándoklat Mekkába a Kábakőhöz. Ezen az öt alappilléren kívül számos előírása van még az iszlám vallásnak, Ilyen a disznóhús és az alkoholfogyasztás tilalma, az erkölcsi utasítások betartása, például az igazságosság, a becsületességre való törekvés. A legeslegfőbb utasítás, hogy allaknak tetsző életmódot éljen a hívő, amely igyekszik a hagyományt és a közmegegyezést betartani. Hagyomány alatt értjük Mohamednek a koránt magyarázó szavait, illetve a próféta cselekedeteit, még a közmegegyezés pedig a különféle jogi iskoláknak az utasításait jelenti. Az iszlám világban egyáltalán nem alakult ki egyházi hierarchia, gyakorlatilag nincsen világi jog, a bírók, vagyis a kádik a korán alapján ítélkeztek. Az iszlám jogot a korán és a hagyomány alapján a vallási tudósok dolgozták ki, az iszlám gyakorlatilag teljesen összeolvadt az államhatalommal, Mohamed utódai, a kalifák egy személyben vallási és állami vezetők lettek. A 7. századtól kezdődött meg az arab hódítás. Az új vallásban gyakorlatilag az arab törzsek egyesültek és harcba kezdtek. A fő ideológia a dzsihád lett, az azt jelenti, hogy erőfeszítés, erkölcsi morális követés, de gyakran értelmezik szent háborúként, fegyveres harcként, amely a korán szavai szerint csak akkor lehet fegyveres küzdelem, ha az iszlámot megtámadják, Egyébként a hit terjesztése csak békés úton történhet meg. Az iszlám harcosokat külön lelkesítette egyébként, hogy a dzsihád során elesettek azonnal a paradicsomba kerülnek vallások szerint. Miután Mohamed meghalt, a Kalifák kezébe került a hatalom, a nevük is ezt jelenti utód helyettes a kalifák korához köthető a legtöbb hódítás. Meghódították egész Szíriát, Damaszkus 636-ban bevették, meghódítják Palesztinát, Jeruzsálemet 638-ban foglalták el, meghódították Egyiptomot és Perzsiát, majd elfoglalták Észak-Afrikát és Közép-Ázsiát is. Ezeken a területeken a lakosság tömegesen áttért az iszlámra, a hitüket tartó keresztényekre egyre nagyobb nyomás nehezedett. 711-ben elérték a Gibraltári szorost az arabok, és nem sokára Hispániában, illetve a keleten az Indus folyónál is meg 732-ben Poátiírnél a frank pirodalom Martel Károly vezetésével megállítja sikeresen a fenyegető arab hódítást. A 8. században az arab terjeszkedés megtorpant és a meghódított területeken az iszlám ekkor fejtette ki kulturális hatását. A kalifák despotikus uralkodók lettek, megközelíthetetlenek voltak hatalmas palotáikban. A katonai vezető pedig földbirtokos arisztokraták lettek. Több évszázad alatt gyakorlatilag hamar kiderült, hogy az arab műveltség igencsak magas színvonalat képvisel. Az antikvitás tovább élt benne, a természettudományok egyre nagyobb fejlődésnek indultak, Európában viszont az általános műveltség hanyatlott. Az arab civilizáció törekedett arra, hogy az írni-olvasni tudás fenntartható legyen, és több százezres állományú könyvtárakat hoztak létre. Hispániában így alakult ki a mór kultúra. Nevükhöz köthető Kordobában a kordován csizma, Damaszkuszban pedig a damaszkuszi cél elkészítése. Az arabok körében viszont a vallásszakadásnak megmutatkoztak jelei amik főként politikai okok miatt történtek. A szíriai helytartó megkérdőjelezte Ali Kalifa hatalmát, és támadást is intézett ellene, ami Ali vereségével végződött. A győztes szíriai helytartó megalapította a profitai hagyományra támaszkodó Omaját dinasztiát, ezt a hagyományt egyébként nevezik Sunnának. Az Omaját dinasztia kizárólag a kalifák irányítását fogadta el, ez lett a Sunnita irányzat. A vele vetélkedő ellenpártot, sítának nevezik, ez Ali pártja, amit Ali fia Hussein vezetett tovább, azonban őt és híveit lemészárolták. A síta mozgalom ugyanis soha nem fogadta el a kalifátus hatalmát, és Ali leszármazottját tekintették egyedüli vezérnek.